Epres Panni modell, influencer. A 10 éves Barka és a 12 éves Mór anyukája. Férje Benedek Tibor olimpiai bajnok vízilabdázó. 43 éves, 2,5 évtizede modellkedik. Algaui Hesna, riporter, író. Férje szintén a média szakmában dolgozik. 2 gyerekük van, az 5 éves Neda és az 1 éves Zea. Hesna 41 éves, jelenleg szabadúszó. Tápai Szabina kézilabdázó, 33 éves. Férje Kucsera Gábor kajakozó és profi sportoló volt. 2 gyerekük van, a 6 éves Bence és az 1 éves Milla. Varga Judit, alias Juditu, életmód és lakberendezési blogger. A mérnöki pályát hagyta el, hogy saját kreatív vállalkozást indítson. 39 éves, párkapcsolatban él. 4 nagyon különböző nő és egy téma, amit általában tabuként kezelünk mostanáig. A pénz. Azt szeretném kérni tőletek először, hogy mindenki egy pillanatra hunyja le a szemét, és képzelje el, vagy idézze föl, hogy mikor és hol kereste élete első fizetését, vagy az első keresetét, mi volt a szituáció, és aztán mondja el, hogy mire költötte, és milyen gyorsan vert a fenekére. Megvan? Na, Panni, te 17 éves korod óta dolgozol, kezdjük veled. Igen, de mégsem ez volt, akkor volt az első keresetem, hanem ilyen 12-3 éves koromban a legjobb barátnőmnek egy díszhal madár kereskedésük volt Gödöllön, és ott adagoltam a Tubifexet. Tehát ez volt az első keresetem, és 500 forint volt a keresetem, és elfeleztem a pénzt, 250 forintért a testvéremnek vettem egy francia csatot, a másik felében meg magamnak egy pénztárcát. Úgyhogy ezt sose fogom elfelejteni a Váci utcában. És ez akkor nagyon menő volt, igen. Hát hol máshol? Lehet, hogy volt előtte, de amire emlékszem, az a 16 éves koromban kerültem el én Székesfehérvárra kézilabdázni, és ugye ez az első keresetem, amire így emlékszem, hogy a kézilabdával megkerestem. És ugye én kiskunhalasi vagyok, és bementem ott a plázába, megláttam egy nagy márka boltját, és vettem magamnak egy márkás pulcsit, és annyira büszke voltam magamra, hogy a kisvárosból az első keresetemet elköltöttem egy pulcsira. De hogy az így nekem nagy dolog volt, hogy magamnak vettem, meg én egyébként is ilyen típus vagyok, hogy szeretem magamnak elérni a céljaimat és a dolgaimat, és megvenni is magamnak. Hesna, te is magadra költötted az első forintokat? Nem, én a tesómnak, a családból mindenkinek vettem valami ajándékot. Annyira emlékszem meg, hogy a tesóm nagyon szeretett volna egy ilyen kis plüss váltáskát, ami egy ilyen unikornis formája volt. Elég viccesen nézett ki, de valamiért ő erre vágyott, és egy benzinkúton vettem meg neki, máig emlékszem, és annyira meghatódott, és évekkel később, mikor ő kezdett el először dolgozni, akkor mondta, hogy emlékszel még arra a táskára? Na most én is az első fizetésemből akarok neked valamit venni, már nem emlékszem, az mi volt. Akkor elvitted az Andrássy útra, és rámutattál egy boltra, hogy akkor oda szeretnék. Igen. Erre gondoltam. De én egyetem alatt kezdtem el először dolgozni, és elég kemény munkám volt, mert hajnal 5-re kellett bejárnom egy helyre gazdasági híreket fordítani, és hát én ilyen nagyon híresen későn kelő voltam mindig, úgyhogy borzasztóan, főleg, hogy azért egyetem alatt sokszor bulisztunk is, ugye volt, hogy egyenesen mentem onnan fordítani, és annyira érdekes az élet, hogy most találkoztam nemrég a másik emberrel, egy sráccal jártunk be ebbe a kis irodába, és ő azóta az egyik legnagyobb startupnak a tulajdonosa lett, úgyhogy pont ő is egy interjúban mesélt erről, és amikor összefutottunk így évekkel később, így mondja, hogy emlékszel rám? És nem emlékeztem. Én vagyok az a másik nyomi, aki hajnal 5-re járt meg gazdasági híreket fordítani. Judit, te ugye nem lakberendezési vagy design bloggerként, meg szakértőként kezdted, hanem egy teljesen másik pályán, műszaki pályán. Ahhoz kapcsolódott az első kereseted már, vagy pedig volt valami gyerekkori kalandozás? Gyerekkori is volt, és egyébként össze is függ azzal, hogy én utána villamosmérnöki pályára mentem. Egyébként a legelső ilyen élményem most, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy általános iskolában én vállaltam egy nyári munkát, piacon voltam eladó egy ismerősünknél, és akkor ott kiméregettem. Egyébként a számokat nagyon szeretem, úgyhogy ez nekem így nagyon feküdt ez a feladat. De utána azt csináltam, hogy gimnáziumban, amikor pénzt szerettem volna gyűjteni, nem azért, hogy bármire elköltsem, hanem hogy egy kicsit tartalékoljak, akkor elkezdtem tanítani matematikát.
azért nem tudom megmondani, hogy ezeket a pénzeket mire költöttem el, mert nem volt olyan meghatározódó. 500 forintért tanítottam akkor egy órát, de hogy így, én arra emlékszem, hogy én tartalékoltam, hogy én raktam el, de hogy utána az mire gyűlt össze, és én azt mire költöttem el, arra már nem emlékszem. Ebben azért nekem is az ütötte meg a fülemet, hogy gimnáziumról beszélünk, tehát 10 éves voltál, kamasz, és tartalékoltál. Tehát ez a kettő, most, hogyha csak a saját kamasztányomról gondolok, nem biztos, hogy azonnal az embernek az jut az eszébe, hogy egy kamasz elkezd tudatosan gyűjtögetni. Tehát akkor ez egy ilyen tudatos gyerek voltál, vagy ez egy hát családi otthonról, örökség? Ezt otthonról hoztam, tehát abszolút a szüleim, ugye mi amikor kicsi voltam, akkor mi nem voltunk gazdagok, és apukámon folyamatosan azt láttam, hogy hazajön a munkájából, és még leül, és csinál más dolgot, ő akkor tekercselt ilyen technikai dolgokat gyártott, és egyébként mai napig így nyugdíjasként csinálja, tehát ő benne nagyon benne volt ez, hogy ő több lábon áll, tartalékol, szeretne előrébb lépni. És ők ezt nyilván nem úgy verték bele, hogy már pedig neked is ezt kell csinálni, de nyilván ez volt előttem a példa. Van egy másik tudatos ember is itt, és igen, nagyon utóbb, magamra ismertem. Látom már így dől előre, hogy mondja, hogy mennyire tudatos, de hogy engem meglepett, amikor utána olvastunk, hogy nálad, te nálad tudatosabb talán nem is nagyon van, vagy hangya gyűjteget, talán a Judittal azért még összeállhatnátok egy jó mérkőzésre, de hogy te is ezt hozod otthonról. Igen, és nagyon magamra ismertem ebben. Mesélj egy kicsit erről. Igazából én is a szüleimtől kaptam egy olyan nevelést. Én nem azt mondom, hogy valamiben is hiányt szenvedtünk, meg volt mindenünk a tesómmal, de igazából mi sem éltünk nagylábon. A tudatosság az egyébként ilyen 20 éves koromban kezdődött, ahogy így kifejlődött bennem, hogy már elkezdtem, ugye mondtam, 16 évesen pénzt keresni, nyilván szezonról szezonra, kézilabda szezonról szezonra egyre jobb ajánlatokat kapsz, és addigra már elég jól kerestem, tehát egy átlag munkabérhez képest többszörösét, és mindamellett, hogy az első fizetésem elköltöttem egy plázába, ugye egy nagyon jó felsőre, én onnantól kezdve én nem herdáltam el a pénzt, én már azóta mindig félretettem és spóroltam, én tudtam, hogy 25 és 30 éves korom között szeretnék gyereket majd, az elsőt megszülni. Azt is tudtam, hogy majd szeretnék visszamenni kézilabdázni, szeretnék egy boldog családot, nyilván egy megfelelő férjet, akivel ezt így össze tudom hozni, családi házat, és én már ezt így 20 éves koromban elterveztem, és nagyjából egyébként így teljesítettem is a dolgokat. Ugye a Bence fiam 28 évesen született meg, visszamentem játszani, és egyébként a társam is, ugye a Gábor is hasonlóképpen gondolkodik, tehát, hogy mi ilyen spórolós kis család voltunk, és sportolóknál azt gondolom, hogy ez egyébként ritka, mert ugye, ahogy az előbb is említettem, a mi sportágunkban az átlag keresetnél jóval többet keresel, egy 10 évig. És ugye azt szeretik azért fölélni általában a sportolók, és nem gondolnak a jövőre. És én egyébként ebből is, tehát előttem voltak olyan példák, olyan kézilabdázók, akik utána elmentek a, nem lebecsmérelve, de a boltba eladónak, és én tudtam, hogy én ezt nem ezt akarom. Tehát én nem azért gürcölök ott, és nem azért keresem ezt a pénzt, hogy utána én ne tehessem azt meg, hogy mondjuk egy saját vállalkozást indítsak. Úgyhogy igen, és a szüleimtől is azt láttam, hogy igen, mindig gyűjtögettek, meg tudták venni a házunkat, utána meg tudtak venni egy kisebb lakást, mondjuk Budapesten, és az ő példájukon igazából én is ilyen lettem. És majd egyébként a gyerekeimnek is ezt próbálom, hogy mindig addig nyújtózkodjunk, amíg a takarunk ér. Tehát, hogy ne akarjunk megvenni egy villát, hogyha mi csak egy kertes házat tudunk megvenni. És majd szépen apronként lépkedjünk előre. Ja, és egy nagyon komoly sztorim van. Erre is anyukám még tanítottak, és mindjárt abba hagyom, bocsánat. Nyugodtan, nem abba hagyom. Sztori jön, akkor hátradövök. Például a megtakarításra is ők tanítottak meg, mert ők minden hónapban félretettek egy adott összeget, amit én 18 éves koromban megkaptam. És az akkora élmény volt, hogy úristen, tehát ez milliós nagyságrend volt, azt hiszem ilyen 1,8 millió vagy ilyesmi, de ez nagy dolog, hogy ezt az anyukám még nekem gyűjtötték, és nekem tették félre, és én akkor megfogadtam, hogy én is ezt szeretném. Tehát a fiamnak gyűjtök, a lányomnak gyűjtök, már nyugdíjra rakok félre, lakáskasszába teszünk félre, tehát mi ilyen kis tényleg gyűjtögető család vagyunk. Azt a minden. És az, ugye a férjed Gábor, Kucsera Gábor világbajnok kajakozó, ő az igaz az a történet, hogy ő egy kicsit, hogyha mondjuk egy picit mégis a nagyon nagy tudatosság ellenére megcsappan a bankszámlán a pénz, akkor ideges?
Igen, ő az a fajta, akinek látnia kell. Tehát, hogy látnia kell ott a nullákat, hogy az ő neki fixen mindig ott van, és hogyha az így megcsapan, akkor jön, hogy miért nincs ennyi pénz, meg annyi van a szívem, mert itt van pénzünk, ott van pénzünk, amott van pénzünk, tehát nekem van meg az, hogy így tudom, hogy összességében mondjuk milyen vagyonunk van, ő meg csak azt látja ott a számokat. Tehát ez a férfi agy egyébként, nem legyek az ember. Neki az a megnyugtatása, ő ott látja azt az adott összeget. Aha. Na, hát ha már adódik a kérdés, hogy a Panni nálatok nem. Hogy nem ez van. Nálatok nem ez van. Az egyik fele, ugye a te párod is élsportoló volt, Benedek Tibor fantasztikus vízilabdázónk, aki maradt sportterületen, ami után véget ért a pályafutása, de például ő is valami ilyesmit hozott magával, tehát hogy ennyire tudatosságot meggyűjtögetett és félrerakott mondjuk a magasabb, amikor jól ment abból a fizetéséből. Meg hát, hogy erre te hogy tudtál rákapcsolódni, mert hogy te nem ilyen vagy, azt már nem. Nem. Annyi minden eszembe jutott, miközben a Szabina, ugye lehet, hogy most megint jönnek a sztorik ezek után, hogy kezdem onnan, hogy én úgy nőttem föl, hogy mi soha nem nélkülöztünk. Egy olyan kivételes helyzetben voltunk már a 80-as években, hogy az apukám agrármérnök volt, és ettől, vagy ezzel a munkával kapcsolatban az Egyesült Arab Emirátusokban dolgozott 11 évig. Nekünk, mi tudtunk utazni. Nekem természetes volt az, hogy külföldön vásárolunk, hogy utazunk, hogy repülőn ülünk, hogy tehát ez egy másfajta élet volt a 80-as években, mint amit egy átlag magyar család megszokott. Soha nem voltak anyagi problémáink, úgyhogy én ebben nőttem föl, ami egy fantasztikus dolog szerintem. Ennek ellenére a szüleim folyamatosan dolgoztak, tehát olyan nem volt anyukámnak sem, hogy hátradől, hanem ő minden reggel 5-kor kelt, és Gödöllőről hévvel ment bedolgozni. Vagy jött be dolgozni Budapestre, úgyhogy nagyon dolgosak ők, de én el voltam kényeztetve ebből a szempontból a nővéremmel együtt, és Tibor, hogy akkor már úgy csatlakozzunk a Tiborhoz, Tibornak az az elve, és azt tanítja a gyerekeknek is, Mornak megmarad a fejében, a Barkának nem, úgyhogy ő valószínűleg rám ütött, hogyha valamilyen pénzhez jutsz, akkor annak a felét azonnal el kell tenni. Tehát most a Mornak a locsolkodós pénze, mondjuk ha 1000 forintot kap valakitől, mert meglocsolja húsvétkor, és ő azonnal tényleg el is teszi. Nem is a felét, az egészet elteszi, és ő gyűjtöget. Most Barkának sosincs pénze, nyilván arra fogja, hogy ő nem locsolhat, de tudom, hogy ez nem ettől van, hanem attól, hogy én költök. Hát és egy olyan szakmából jössz, ahol van is mire, meg van is mit, mert azért a modell szakmában korán elkezdtek keresni, és hogyha jól megy a szekér, akkor nagyon jól megy. Egy picit ilyen szempontból hasonló az élsportolókhoz a dolog, mert hogy hirtelen elkezdesz mondjuk korodhoz képest is sokat keresni. Tehát ott vagy 19-20 évesen, és annyit keresel, amit mondjuk esetben nem, de adott esetben sok modellánynak, vagy sportolólánynak, fiúnak a szülei sosem láttak annyi pénzt. Pontosan. Tehát nekem pedagógusok a szüleim, és amikor én elkezdtem újságíróként televízióban dolgozni, és sokkal többet keresni náluk, akkor nekem komoly lelkiismereti problémát okozott azt, hogy ezt hogy tegyem otthon helyre, hogy ők, akik végig gürizték az életüket, ennyit keresnek, miközben mennyire fontos munkát végeznek, és akkor jövök én a tévés, és ennyit keresek. Tehát, hogy ezt mondtad nekik? Beszélgettetek erről? Nehezen beszélünk a pénzről. Na, arra is ki akarok lyukadni, igen, hogy milyen nehezen beszélünk otthon, különösen különböző generációk a pénzről. Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban tapasztalat. Mennyire volt szó arról, hogy a családnak van-e, nincsen, nyilván ahol van, ott talán kevesebb, de ahol nincs, más, de mondjuk azt mondom, hogy a családi kasszánk az mindig nagyon jól állt a gyerekkoromban, de mondjuk az anyukám állatorvos, és egyetemi docens volt, és angolul tartott előadásokat, és amikor mondjuk én megkaptam, akkor ugye megbeszéltük, hogy beszélünk pénzről most, amikor én megkaptam 18 évesen az első nagyobb fizetésemet, nem az 500 forintot a Tubifexből, akkor ez egy postabank óriás plakát volt, ugye a postabank már nem is létezik, és 200 000 forintot kaptam 17-18 évesen, ami borzasztó nagy pénz volt. És akkor, amit mondtál, hogy téged ez zavart, hogy te többet keresel, engem nem zavart, viszont anyukámat zavarta. Aha. Felháborító szerintem, hogy aki végig tanulta az életét, akkor az
mondjuk az anyukám, meg végig dolgozta, egy hónap alatt keresett annyit, én pedig egy óra alatt. De hogy én ezt így vissza akartam adni mindig neki, és mondtam, hogy ezzel te ne törődj, hát, hogy én olyan szívesen adok, és segítek, és nyilván én abból vettem magamnak autót, és a saját keresetemből fizettem a tandíjamat az egyetemen, tehát hogy 17 éves koromtól semmilyen költséget nem hagytam, hogy ők álljanak, de szerintem ez inkább őt bántotta. És fel tudtátok ezt valahol oldani, ezt a dolgot? Vagy ez... Tehát... Én szerintem a csendes erőszakosságommal feloldottam, hogy én akkor is adtam, és akkor is mindig, ha én kapok pénzt, azonnal elköltöm a családomra és a szeretteimre. Tehát, hogy a 200 ezer forintos postabank is az volt, hogy azonnal fogtam a tesómat, és az egészet elköltöttem rá. De nem raktad félre a felét. Nem raktam félre, mert nem ismertem a Tibor. Tehát de... van ugye egy nagyon érdekes és kedves párhuzam a kettőtök történetében, Panni és Heszna, hogy az elsőt te is a tesódra költötted, meg a családra. És gondolkoztam azon, hogy én téged ugye a média szakmából nagyon régóta ismerlek, és valószínűleg azt gondolhatják rólad az emberek, hogy te egy tudatos nő vagy, aki megtervez, és hogyha nincs A, az A terv nem jön össze, akkor ott van a B, és valahogy úgy mindig olyan korrekt és pontos minden, tényleg korrekt és pontos minden, de egyáltalán nem vagy annyira tudatos, a pénzről van szó, meg úgy az életről, mint ami látszik, igaz? Igen, és valószínűleg ez pont a szakmánkból is adódik, hogy azért ez egy nagyon-nagyon nehezen tervezhető szakma. Tehát amikor én fölálltam a híradóban, és azt mondtam, hogy ennyi, és nem tovább, egyik napról a másikra, fogalmam se volt, hogy mit fogok csinálni. De azt tudtam, hogy ott nem akarok maradni, és olyan kompromisszumot nem akarok megkötni, és akkor egy ilyen bizonytalanságba estem, ami aztán megoldódott. Megtaláltam az útját, megtaláltam azt, amit szívesen csinálnék. Aztán utána, amikor a tévétől is értem, megint egy bizonytalanságba jöttem, de hogy igazából ilyen, pont ezen gondolkodtam, hogy olyan érdekes, mert hogy a szüleimen én ugyanezt láttam, ezt a borzasztó nagy tudatosságot, tartalékosságot, ahogy gyönyörűen így a nulláról, vagy a mínuszból felépítették közösen az életüket, és ahogy nagyon tudatosan nekünk is mindig mindent félretettek, és most is nekünk spórolnak, és imádnivalóak. De hogy nekem nincs egy ilyen karriermodellem, mert hogy nem látom azt se, hogy két év múlva mit fogok csinálni ezen a pályán. És nyilván próbálok tervezni, és én is azért próbálok több lábon állni mostanában, pont ezekből az élményekből kifolyólag, de hogy nagyon nehéz, mert sokszor kellett improvizálnom. És az a jó, hogy van olyan önképem vagy önbizalmam, hogy nem estem kétségbe, hanem úgy voltam, hogy jó, valami majd lesz, majd meg fogom találni az útját, és ki fogom találni, hogy hogyan tovább. Egy picit ott menjünk vissza oda arra a pontra az életedben, amikor improvizálni kellett, és ugyan nem estél kétségbe, de én tudom, hogy voltak kemény időszakok, amikor tényleg nem tudtad, hogy honnan lesz bevétele a családnak, vagy hogy nyilván a férjed is dolgozik, de hogy ő is a média szakmában dolgozik. Mesélj egy picit arról, hogy az milyen volt, azt milyen volt megélni, talán már család is volt, tehát talán már gyerekek is, vagy egy biztos. Igen, ne, de akkor már megszületett. Volt, amikor hát nem lehetett tudni, hogy miből lesz a bevétel. Igen, amikor eljöttem a tévétől, akkor ugye egy ilyen tényleg ilyen légüres térbe jöttem el, és azt tudtam, hogy a könyvemet akkor most legalább arra jó lesz ez, hogy megírjam. És akkor már tudtam, hogy most egy ilyen egy-másfél éves munka vár rám, amit bele kell tennem ebbe. És hát az alatt ugye könyvírás közben, hát honnan lenne bevétel az emberek? Minden nap. Akkor hasonló. Mindjárt áttérünk a Judit helyzetére, tudom, hogy miért bologatsz. Igen. És hát az az igazság, hogy már csak azért is ez egy érdekes dolog, mert amikor az ember ilyen sok időt belefetszöl valami alkotói folyamatba, azt se tudhatja biztosan a végén, hogy egyáltalán azt meg fogja bárki venni, vagy lehet, hogy fölkerül 200-nak a könyvesboltokba a polcra, és aztán belefektettél ennyi időt, energiát, és nem lesz semmi. Tehát, hogy nagyon kell hinned magadban, és vannak bizonytalanodások, amikor elgondolkozom, hogy normális vagyok, miért nem mentem, és közben tök jó állásajánlatokat kaptam. Tehát, hogy volt olyan, hogy egy nagyon nagy vállalatnak a kommunikációs igazgatójának felkértek, és azt mondtam, hogy nem, mert nem tudtam volna könyvvel összeegyeztetni. Tehát, hogy ezen biztosan nagyon sokan így kiakadnának, hogy főleg, ha tudnák a cégnevét,
de hogy én hittem ebben a könyvben, és éreztem, hogy az én utam ez erre fog menni. És valóban volt egy ilyen nehezebb másfél év anyagilag, de azt gondolom, hogy megérte. Tehát az elbizonytalanodások együtt, és ez tényleg az a könyv megjelenés után viszont így nagyon sok a kapu megnyílt. Rengeteg előadásra kértek fel, a második könyvemet elkezdtem írni, elkezdtem olyan kapcsolatokat kiépíteni, amikre nem lett volna lehetőségem. Tehát beigazolta az élet azt, hogy ez egy jó döntés volt, de hogy ez ezzel az áldozattal járt. És egyébként nyilván így gyerekkel azért az ember sokkal bizonytalanabb, hogy ez okos-e. De hogy itt megint a család. Muszáj itt egy párhuzamra rámutatni, amire már egy kicsit bele is kóstoltunk, hogy Judit, neked volt nagyon komoly nehézség, meg az, amikor konkrétan összegszerűen elmondod, megosztott, hogy mennyi maradt a számládon? 1000 forint. És ez nem is olyan rég volt egyébként, 2,5 évvel ezelőtt, és eléggé megviselt, sok felkérésem volt, sok szereplésem volt, és akkor jött egy olyan felkérés is, hogy egy könyv, hogy jelenjen meg egy könyv. És hát ez egy ilyen óriási megtiszteltetés, amit most persze, hát csináljuk, és hát miért ne, de hát nekem fogalmam nem volt akkor a könyvkiadásról, meg ezeknek egyáltalán a hátteréről. Ráadásul én akkor vettem a fejembe, hogy én eladom az akkori panellakásomat, ahol laktam, és hogy beköltözök egy új lakásba, és pont a szerződésem, és ez a lakás eladás, ez pont egy időbe esett, tehát én az új lakásra a félrerakott pénzemet még beleadtam, tehát teljesen lenullázottam, megvettem a új hűtőt, új mosógépet, mert az előző lakásomat úgy adtam, hogy mindent ott hagytam. A könyv mellett nem posztolhatok a blogomon, mert vissza kell tartanom a tartalmakat, nem oszthatom meg a követőkkel, akik kiéhezve ott voltak, hogy hát mi ez a verk, mutassam, mit csinálok. Nem mutathattam meg, nem tudtam mellette tanítást vállalni, mert olyan sok energiámat vette el ez az egész. És ott voltam augusztus végén, hogy leadva a kézirat, minden leadva, meg a szerkesztő a kezébe vette a dolgot, és mondom, oké, most akkor tanítvány sincsen, mert egész nyáron nem volt, majd talán szeptembertől lesz, a könyvből leghamarabb 3 hónap múlva lesz pénzem. És ott álltam, hogy mondom, jó, akkor most mit csináljak, és akkor kölcsönkértem az anyukámtól. Hány éves? Apránként. Hát 37 éves voltam, pedig én soha nem kértem kölcsön semmire, és akkor azt mondom anyukámnak, hogy egyszerűen nem fogom tudni ezt megcsinálni. És akkor adott 100 000 forintot, de úgy kértem azt, hogy egyszer egy 20-ast kértem, egyszer egy 10-est kértem, és mondtam neki, hogy ahogy a könyvből megvan az első bevételem, azt rögtön vissza fogom neki fizetni, és így is lett, és természetes, és itt van ez a szülői háló, hogy én inkább anyukámmal beszélek jobban a pénzügyekről, és apukám előtt nem annyira fedem föl ezt, szeretem, hogyha biztonságban lát, de azért mind a ketten biztosítanak arról, hogyha bármi történik, akkor ők azért ott vannak, mert ők azért már felépítették, de én nem élek vissza ezzel a tehát én nem megyek oda folyamatosan, hogy figyeljetek, most szeretnék venni egy nyaralót is magamnak, adjatok már légy szíves pénzt, nem, hanem tudom, hogy ott vannak, és ez egy óriási biztonságérzetet ad, és is sokkal könnyebb akár lépni bármelyik irányba is. Szerinted a számít, ugye itt ebben a kis női fonóban beszélgető körben, 4-en vagyunk anyukák, neked nincs gyermeked, még családod, és de hogy számít az egy ilyen helyzetben, hogy van-e család, vagy ez önmagában is egy drámai helyzet, amit meg kell oldani, tehát hogy... Hát biztos, hogy más lett volna a helyzet, hogyha akkor mondjuk, akkor nekem volt egy friss kapcsolatom, mai napig megvan egyébként, szóval csak ugye akkor mi még nem voltunk olyan viszonyban, hogy, meg hát nyilván előtte nem is akartam ezt mondani, de hát nyilván tudta, látta, hogy mennyit dolgoztam a könyvön, tehát igazából biztos, hogy más lett volna, ha mi akkor mondjuk férj és feleség vagyunk, és közös kassa, vagy egy része közös kassa, és mindenkinek megvan a saját kis vagyona is, amivel gazdálkodik, de hát nyilván ő lett volna az utolsó, akit azt mondom, hogy figyelj, most akkor légy szíves, segítsél ki egy kicsit, de számít. Viszont tényleg azon gondolkodom, hogy végig a kapcsolataimon keresztül, amikor én férfivel éltem együtt, akkor azért mi mindig külön kasszán voltunk, és lehet, hogy rosszul is választottam, de soha nem éreztem azt, hogy akkor tegyük is össze, amink van, és bármi történik velem, akkor ő ott lesz. Ezért mindig bennem volt az, hogy
nekem mindig biztosítanom kell, hogy, hogy én talpon tudjak maradni, hogy én ne függjek a másiktól, mert bármi van, szétmegy egy kapcsolat. Ez megint nagyon én vagyok, akkor... bocs, hogy beleszólok, csak komolyan mondom. És amúgy ezt jól gondoltam. Én egyetértek mindenben. Fontos az önállóság anyagilag? Egészen addig mi is, még a férjemmel is, mikor már tudtuk, hogy gyereket terveztünk, de még nem volt meg az esküvőn, mindenki külön, mindent külön fizettünk, mindenkinek meg volt a kis külön kasztája, és még egyébként, oké, most már a közös kassza van, de még most is vannak ilyen kis külön útjaink, ami, ami úgy kell ahhoz, hát főleg egyébként nekem, tehát, hogy amikor 16 éves, tehát azt a Panninak se kell bemutatni, hogy 16 éves korodban elkezdesz keresni, és tényleg önálló vagy, én se kértem anyukáméktól szerintem, de most hazudok, mert nálunk is anya mindig, amikor tud egy kicsit segít, de hogy nem kérsz pénzt, és önállóan tartod el magad, és kialakítod az életedet, és akkor nem az van, hogy majd nekem itt egy pasi megvesz akármit, majd én megveszem magamnak. És hát meg az se, hogy majd én megveszek a pasinak azért, hogy olyat választok, aki kihasználja esetleg azt, hogy anyagilag te jól keresel. És az egészen addig, mondom, a házasságunkig úgy volt, hogy nincs közös kassza, mindenkinek megvolt a saját keresett pénze, és én ezzel nagyon egyetértek. Tehát, hogy főleg meg a mai világban is, hogy legyen meg mindenkiben annyira céltudatosság, hogy igenis, én magamat el akarom tudni tartani, mert ez nagyon ritka szerintem. És amikor mondjuk, ugye gyerekeitek vannak, mondod, hogy gyűjtögettek, befektettek, nyugdíj, nem tudom micsodát, mitek van? Vagy mi befektettek? Mind van semmi, egyébként. Mond a szemleszem, hogy nem erről vagyok kíváncsi, jó, ez egy kicsit túl sok volt valami. Nem, de nem, érted, hogy mondod, érted. Hogy tudatosan rakosgatjátok a pénzecskéteket. Közösen is gyűjtetek a közös jövőtökre, és most nem arra akarok kiukenni, hogy együtt képzeled el a nyugdíjas kort Kucsera Gáborral. Egyébként már ez lesz, szóval én már nem megyek sehova innen mellőlem. De ennek örülök. Na, de hogy külön, vagy az a gyűjtés is külön. Na, nálunk pont fordítva van, hogy a Panni mondta, hogy ott mindent a Tibi intéz, na nálunk mindent én intézek, hogy az elején is mondtam, hogy én tudom, hogy hova mit takarítunk meg. A nyugdíjra én teszek félre magamnak, őt nem tudtam még meggyőzni például, hogy rakjunk félre neked is, hát én mondtam, hogy azt én fizetem, tehát, hogy azt így nem a tiéd lesz, csak hogy tudjad. Próbálom meggyőzni. Én nyaralok majd Majorkán egyedül. A nyugdíjas szállodában. Vagy hát ez milyen ciki lesz, tehát, hogy ő neki pedig van azért olyan egója, tehát ő soha nem viselni azt el, hogy majd a öregkorunkban az asszonyát tartson, tehát azért. De most ő még nem elég tudatos, én folyamatosan győzködöm. Edukálod? Hogy neked is csináljunk egy nyugdíj megtakarítást, hogy valahogy én, ahogy ezt a szüleimtől hoztam, ezt a tudatosságot, és tényleg az volt a legnagyobb élményem, amikor 18 évesen megkaptam azt a nagy összeget tőlük. És az annyira beleégett az én elmémbe, hogy azóta van ez, hogy én mindenre, amire tudok. Egyébként azt gondolom, hogy nem élünk nagy lábon, a gyerekeinknek is megadunk mindent, ahogy mi is megkaptunk. Van egy szép családi házunk, van két normális autónk, és mindent meg tudunk venni, ami az élethez szükséges. De elmegyünk egy évbe egyszer nyaralni, ami azt gondolom, hogy bár sajnos most már Magyarországon nem lehet ezt átlagosnak nevezni, de én nagyon örülnék, hogyha ezt átlagosan meg tudná tenni minden család. Ez szerintem nem egy nagy színvonal, viszont mellette ugye spórolunk. Igen, és a Gabit próbálom bemenni, hogy ő is kezdjen el. És ahogy mesélsz, biztos, hogy rá fogod tudni venni egyszer csak, mert olyan meggyőző erővel, meg energiával mondod, hogy szerintem már másnap már megfélemlítve, de befizeti a nyugdíjkasszába a pénzét. Neked ugye az kellett, hogy a szüleidtől ezt lásd, hogy nektek egyáltalán, hogy foglalkoztok ezzel, vagy örültök annak, hogy most nem 1000 forint van a számlán? Vagy hogy volt-e olyan pont, ami ezt elindította azt, hogy hát egyszer meg fogunk öregedni, és hogy kéne azzal az időszakkal is törődni? Majorka, ugye? Na? Mondom, én kényelmes helyzetben vagyok, mert hogy én biztonságban tudom a pénzünket, mert a Tibor intézi. Jó, neked van egy Tiborod. Igen, tehát hogy ő ebben nagyon tudatos, és irányít, hogy ne szálljak el mondjuk a költekezésben.
És ettől nekem nem kell, igazából nagyon kényelmes helyzet. Tudom, hogy most lesz a szülinapod, és még nagyon, elmondhatjuk, hogy hány éves lesz? Persze, igen, 43. 43, tehát hogy még nagyon-nagyon, még bőven több, mint 20 év, mire a nyugdíjkorát eléred. De hogy van-e például, akkor már túl vagy a 40-en, hogy volt-e ennek jelentősége, vagy volt-e bármi olyan kerek szülinap, amikor ez az öregedés, meg hogy majd én is egyszer anyóka leszek, az mondjuk szöget ütött volna a fejedben? Valószínűleg én túl idealisztikus vagyok ehhez. Én soha, se a 30., se a 40. nem volt sokkoló. Én biztos vagyok abban, hogy minden jó lesz. Na jó, hogy hagyjuk. Tehát, hogy nagyon sokáig szeretnék élni, öregen is, és nem zavar, hogy meg fogok öregedni, és nincsenek kételjeim, hogy bármi problémám lesz akkor. Tehát, hogy ilyen szempontból lehet naivitásnak is nevezni, meg lehet mondjuk magabiztosságnak is nevezni. Majd mindenki eldönti a kommunikációban, hogy mi vagy inkább, mert ők jobban tudják. Úgyhogy nem. Kerek szülinaphoz jövünk lassan, ugye közeledünk, tehát hogy Judit 40 lesz hamarosan. Igen. Úgyhogy igen. És csak azért nézek oda, mert hogy mert azt mondja a Panni, hogy ez semmi. Azért úgy én 44 vagyok, volt azért, ebben az elmúlt 4 évben mondjuk volt, ami könnyebb szülinap volt, és volt, ami kicsit nehezebb. Igen, én ezt most egyébként nehezebbnek értem. Igen. És te gondoskodsz már most a nyugdíjas éveidről? Hát olyan tekintetben igen, hogy egyébként vettem egy kis nyaralót, ami ugye egyrészt egy befektetés, hogyha bármi történik. Apukám azt mondta, hogy ezt a nyaralót még kb. 15 évig élvezhetem, gond nélkül, hátfájás, meg minden nélkül, mert hát azért ehhez a nyaralóhoz tartozik egy 950 négyzetméteres kert. És mondtam, hogy jó, hát 15 év végül is, akkor hát utána esetleg eladom, vagy valami. Hívsz tehát abból egy kertészt. vagy hívok egy kertészt, igen. És igazából a másik dolog, ami nagyon bennem van, az, hogy apukám, aki most már 73 éves, ugye a mai napig dolgozik, tehát ő már rég elment nyugdíjba, de ő azért otthon tervez, ő azért otthon csinálja ezeket az erősítőket, megvan a biztos vevőköre, tehát hogy ő folyamatosan és évről évre fejleszt, és minden dokumentál, és azt láttam, hogy ő most is föl kell 5-kor, és csinálja. Elfárad, akkor kimegy egy ebéddel, iszik egy kávét, lefekszik, viszi meg, és csinálja tovább. És hogy neki ebből a nyugdíja mellett még mindig van egy biztos bevételi forrása. És ez előttem egy olyan példa, hogy úgy vagyok vele én is, hogy amíg fog az agyam, és tudok tanítani, addig nekem is biztos lesz egy bevételi forrásom. Ha már nem fog az agyam, akkor szerintem ott már amúgy is vége van. Tehát, hogy... Akkor majd, nem tudom, kapirgálsz a kérdés. Igen. Azon gondolkozom, hogy amikor nyugdíjról beszélgetünk, vagy amikor a VMN-en nyugdíjról írunk, akkor a hozzászólások szinte az első 10-e biztos van 6. Egyébként tök jogosan, hogy ugyan már, nekünk már nem lesz nyugdíj. Nem. Én nem is számítok rá. Tehát, hogy miről beszélünk? Pont ezért teszek félre. Hát értem, mert meg tisztában ezért vagyok, ennek aztán végképp nem lesz nyugdíj. Tehát, meg a Judit is azt mondja, hogy dolgoznunk is kell, tehát, hogy tök jó, hogy olyan vagy, mint apukád, mert lehet, hogy kell is dolgozni, még amellett, hogy félre teszel. De nem, ezt már nem tudom, hogy te mit tapasztalsz az emberek közt járva kelve, de hogy igazából olyan nagyon senki nem bízik már abban, meg hogy te például mennyire gondolkodsz előre? Na, hát szerintem biztos, hogy nem lesz nyugdíjunk, tehát hogy erre én se számítok. Én megmondom őszintén, hogy Ervin sokkal tudatosabb tőlem ilyen spórolás félrerakásban, úgyhogy rám nagyon jó hatással van ez. Én mondjuk mindig meg tudom ideologizálni a vásárlásokat. Jó, hát ezt minden nőt. Megmondom, mi a kulcs szó, örök darab. Nem. Azt mondod, hogy ez le volt értékelve, már is jobban hangzik. De. Le volt értékelve ez az örök darab. Nem használtam eddig egyiket sem, de köszönöm a tippet. Örülök, hogy van haszna a beszélgetésnek. Én a befektetés hozottam használni. Mert egyébként azért nehéz, ugye, ezt nem tudom, hogy te átéled, de ugye sokat vagyunk kamera előtt, és muszáj ruhára például költeni, ha csak nincs egy nagyon jó ruhaszponzor az embernek, ami nekem nincs, és így én a saját ruhaszponzorom vagyok, és egyébként ez egy olyan dolog, ami miatt mindig lelkiismeret furulásom van, ha költök erre, de ugyanakkor azt is tudom, hogy mikor legközelebb jövök egy VMN forgatásra, és ott fogok szentségelni a szekrény előtt, hogy de most akkor mit, ami még nem volt rajtam, stb. Tehát,
hogy ez ezzel is jelent. Tehát amikor a Bábel forgott, és a műsorod, és hetekre a régebbi műsorom, és heteket forgattunk non-stop, és minden nap más szedben, ami a témáz illik, tehát hogy borzasztó nehéz volt ezt így megoldani. De próbálok én is egyébként már csak így a fenntarthatóság miatt is, ezek a green kampányok hál' Istennek rám is nagyon hatnak, meg próbálok tudatosabban is vásárolni tudatosabb helyekről, de hogy nekem szerintem még ilyen szempontból van hova fejlődnöm, ami még jó, hogy a szüleim is nagyon súlykolják ezt így hál' Istennek, hogy fektesd be a pénzet, hogyha van annyi, amire éppen nincs szükséged, és amikor ők valamibe befektetnek, mindig mondják nekem is, hogy ez egy tök jó lehetőség, van-e annyi félretett, érdemes kipróbálni, stb. Tehát, hogy ők fel szokták így mérni a terepet, hogyha van valami olyan akármi. És akkor ilyenkor én először mindig hezitálok, mert nem szeretem, ha nincs hova nyúlni, és a végén aztán általában belátom, hogy oké, legalább akkor nem fogom ruhára költeni, és akkor beleteszem, és néha rossz az, hogy így a likvid pénze például, hogy neked is a lakásba belement. Tehát, hogy én így próbálok elütakarni, hogy mindig beleugrok adott esetben, ha tudok annyit félretenni. Lekötöm a pénzt, és akkor nem tudom elkölteni. Egy szemlehúnyós kérésem volt az elején, ugye az első fizetésetekkel kapcsolatban. Most a végén is ezt szeretném kérni, egy picit mindenki képzelje el magát 70 évesen. Na, ki hol van? Ki mit csinál 70 évesen? Azt tudjuk, hogy a Szabina Majorkán. És tényleg, becsuktam a szemem, és én azt láttam, hogy egy tengerparton vagyok az öreg férjemmel. Pani, te hol láttad magad? Én nem tudok addig el, nem látok addig. Érdekes. Oké. Okay. Meddig látsz? Holnapig? Talán vasárnapig látok. soha nem tudtam évek távlatában gondolkodni, mert hogy ki tudja, hogy mi lesz holnap. De a nyugalmamból nem lehet kizökkenteni. Az 70 évesen is meg lesz. Igen, az ott van, azt tudom. Igen. Eszna, te hol voltál? Én biztos, hogy dolgozni fogok valahogy. Nálunk ez annyira így mindenki ilyen a családban, hogy nagy munkabírása van, nagy terbírása, és a munka tartja fiatalon a szüleimet is. Ervinen is ezt látom, hogy nagy a teherbírása, és én is ilyen vagyok. Tehát, hogy én nyughatatlan vagyok. És ha mondjuk 20 évvel ezelőtt kérdezel, akkor biztos én is azt mondtam volna, hogy hát valószínűleg valami tengerparton, egyébként valószínűleg tengerparton fogok dolgozni azért a szózát, valami forró éghajlati öbben, de hogy látom a szüleimet, akik ugye már lépdelnek a 70 felé, és hát annak köszönhetően, hogy ilyen aktívak, 60-nak se néznek ki szerintem, és hogy 70 évesen még nem feltétlenül öreg az ember, mert ők sem azok, tehát hogy én szerintem 70 évesen még simán lehet nagyon aktív az ember. Hát egy picit én inkább a Pannival értek ebben egyet, hogy nem tudom magamat konkrétan elképzelni, hogy 70 évesen hol fogok, én azt sem, hogy hol fogok egyáltalán lakni, kivel fogok lakni, tehát hogy ez nekem még most is egy ilyen függőben lévő kérdés. Az biztos, hogy dolgozni fogok, tehát ezt az egyet látom magam előtt, tehát, és azt is gondolom, hogy valószínűleg egy normál vagy jó anyagi helyzetben leszek, de azt, hogy ez pontosan kivel valósít, lesznek a gyerekeim, én még például ezt sem látom, és ugye most már azért szorít az idő, tehát azért itt most már nekem ez egy ilyen, lehet, hogy ezért is élem meg nehezen ezt a 40-et, mert egyre több ilyen kérdést kapok, de hogy egyszerűen nem tudom elmondani, hogy mit. Azt kívánom akkor nektek, kettőtöknek kellemes forró égőbi tartózkodást. Azért néha csatlakozunk, jó? A Panninak szép vasárnapot, neked pedig tényleg azt, hogy vágy rá is jön. Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük.